köszöntöm kedves nézőinket! Őseink hagyatéka című műsorunkat láthatják, és korábbi műsoromból már ismert, és szerintem még sok műsor lesz közösen egy nagyon jó barátommal, nemzettársammal, termelőtársammal, és még nem tudom, hogy hányféleképpen tudnám mondani. Üdvözöllek nagyon nagy szeretettel, Mór Ferenc. Köszönöm szépen a meghívást. Én köszönöm. A kóspallagi őstermelő és kistermelő, aki bemutatta nekünk azt a dolgot, amitől gyakorlatilag nyugodtan mondhatunk, hogy meghasonult a tudásom, mert ugye én eddig úgy tudtam, és hirdettem is mindenkinek, hogy a tejtermékek azok nagyon egészségtelenek, és erre rengeteg bizonyíték van, kivéve, és ugye itt jön az, ami a meghasonulást okozta, hogyha A2-es típusú tejből készülnek, amiből viszont nagyon-nagyon kevés van, mert ugye ipari termelésre és ipari előállításra, tehát megaprofitra nem lehet belőle szert tenni, ezért kiszorították a kereskedelemből, és talán azért is, hogy támogassák a gyógyszeripart. Hogy miért? Ki fogjuk ezt bontani. Jobban üdvözöllek nagy szeretettel. És a múltkor sajnos ugye pont amikor bemutattuk a díjat, amit elnyertél 2001-ben, hogyha jól emlékszem, 2001-es esztendő bioterméke. Mi volt ez a díj? Mert én akkor egy kérdéssel közbevágtam, és nem derült ki, hogy miért vagy te erre ennyire büszke. Én is büszke vagyok rá, hogy ilyen ember ül mellettem a stúdióban, aki már 2001-ben biominőségben állított. Nyertünk olyat is, amit a zsűri szavazott meg, de az, amit elosztam díjat, azt a közönség szavazta meg. És azt mondtuk, hogy azok az emberek, akik eszik ezt a terméket, fogyasztják rendszeresen, és ők mondják rá, hogy ez a legjobb termék, arra méltán büszke az ember, hiszen maga az a fogyasztó réteg szavazta meg, akik egyébként napi rendszerességgel használták. Csodálatos. Tehát ott már az íz és a tartalom, illetve a tapasztalat volt az gyakorlatilag, ami ezt a díjat okozta. Hoztál itt nekünk, itt van ebben a gyönyörű áldozati tálba, egy sovány túró. Mitől sovány egy túró? A túró készítés klasszikusan a Kárpát-medencére jellemző, tehát ezt őseink a Kárpát-medencébe készítették. Ha megnézzük, akkor ezt a típusú terméket az olaszok készítik, ott úgy hívják, hogy mascarpone, a németek is készítik, mint frisskéze, de maga a túró egy enyhén savanykás ízű, rögös állagú, enyhén érlelt tejtermék, ami kifejezetten a Kárpát-medencére jellemző, ez a mi saját termékünk, ez méltán hungarikum, hiszen ezt majdnem mindenki csinálta, tehát ezt régen is előállították a háziasszonyok, az egyik legkönnyebben előállítható tejtermékünk. Semmi nem abban kell. Abban az esetben, hogyha tejből készül, ugye? Igen. Tehát, hogyha van tej. Tehát ugye. Az ilyen bolti dobozos tárgyakkal ne próbálkozzanak. Hát igen, ez hőkezelt tejből nem lehet megcsinálni, tehát az első lényege, hogy egy nagyon szép, tiszta tejünk legyen, amit körülbelül hagyunk 20-22-24 fokos közegben magától megsavanyodni. Ekkor elkészül az aludtej. Ezt mindenki tudja, hogy amikor az aludtej elkészül, akkor annak a tetejéről szokták leszedni a tejfölt. És így lehet előállítani a sovány túrót úgy, hogy tulajdonképpen az ősi módszereket vesszük, leszedjük egy kanállal a fölt, az lesz a tejföl, és megmarad maga a túró alapanyag, amit utána 38 és 42 fok között szép lassan felmelegítünk, majd kitesszük egy ilyen géznél egy kicsit sűrűbb szövési lenvászonnal dolgozom, egy lenvászon anyagba, és szép lassan hagyjuk kicsöpögni. Ezt is szobahőmérsékleten, tehát mindig ez a 20-24 fok közötti hőmérséklet tartomány tesz neki jót, elszaporodnak a tejsav baktériumok, és a Kárpát-medencének ez a klasszikus klímája fogja megadni ezt a savanykás, kellemes ízt, amit a magyar túróból ismerünk. Nagyon fontos, tehát amikor tejhez nyúlnak a kedves nézők, hogy ezek után kedvet kaptak hozzá, hogy ezt egyébként roppant egyszerű dolog, tehát valóban az én édesanyám is, de a nővéreim is, én magam is már korábban többször készítettem, hogy milyen tejből készül. Mert tej és tej között, akik esetleg a múltkori műsorunkat nem látták, nagyon sajnálhatják, de mégis egy kis ismertetőt, hogy mi a különbség az A1-es és az A2-es tej között, mert én eddig, amikor folyamatosan a tejtermékek ellen beszéltem, akkor sajnos az A1-es típusú
tejekről, tejtermékekről beszéltem. Ez az, amivel gyakorlatilag bárhol találkozik az ember, és összefut az ember, és az A2-es típusú tej az, amiből nagyon kevés van, és nagyon kevés olyan tehénfajta van, ami tudja produkálni ezt a típusú tejet, mert szerencsére azért van még olyan, ami genetikailag nincs manipulálva. A Debreceni Kutatóintézetnek ismertettük a múltkori adásba az eredményeit, ahol az a megállapítás született, hogy a Holstein-Fries és sajnos a magyar tarka, ami szintén most már egy keresztezésnek az eredménye, A1-es típusú tejet termelzőmében, addig a kárpátaljai borzderes és a Jersey, az a két fajta, ahol zömében, sőt, tehát kizárólag a Jersey esetében A2-es típusú tejet tudunk nyerni, aminek az a lényeg, hogy az A2-es típusú tej kevésbé okoz, sőt, tehát nem okoz allergén reakciót, míg az A1-es igen. Ez egy genetikai módosulás, a múltkor erről is részletesen beszéltünk, hogy ezt okozhatná a takarmány, okozhatja bármi a genetikai torzulást, de itt biztosan tudjuk, hogy egy tenyésztői munkának az eredménye, mégpedig a Holstein-Friesnek a behozatala az országba, ez ugye nagyjából 72-re tehető, tehát aki 72 előtti tejet fogyasztott, azért zömében A2-es típusú tejet fogyasztott, aztán később a tejprogramnak köszönhetően szép lassan az egész állományunk elcsúszott ebbe az irányba, és így valóban egy ipari tejet fogyasztunk, ami önmagában, mint alapanyag, nagyon sok embernél allergén reakciót vált ki. Hát és így, hogy most így beszélünk erről, meg az évszámokról, tehát én mindig, amivel foglalkozom, igyekszem ilyen nagyon mélyen belásni magam, és amikor korábban a csontritkulással, illetve a csontszerkezettel foglalkoztam nagyon sokat, meg az ízületekkel, a szövetekkel, akkor ugye pontosan a tejtermékek miatt így jól belástam magam, és érdekes módon ugye a 80-as évek közepétől, végétől jelentkezik nagyon nagy számban, és aztán pedig hatványozottan növekszik a csontritkulásos embereknek a száma. Ami egyértelműen alátámasztja ezt az időpontot, hogy ugye 70-es évek végén kezdték el már nagyon durván lecserélni a magyar tarkákat a Holstein-Friesekre, tehát megváltozott a tejnek, a tejterméknek a minősége, és elkezdtek kialakulni a csont és szövet problémák a magyar embereknél. Ez így igaz, hát sajnos Magyarországon a mai napig nem minőségi, hanem mennyiségi felárat fizetnek, tehát a kereskedelemben a mennyiségi felár az azt jelenti, hogy a Holstein-Fries a 15 000 liter tejet, a másik meg 5 000-et, tehát a tenyésztő bele van kényszerítve egy olyan versenyhelyzetbe, hogy hiába állít elő jó minőségű, sokkal jobb állagú tejet, ettől ő még nem kap több pénzt, mert literre fizetik. Már megint a profit. Itt van nekünk ez a sovány túró. Mitől sovány? Tehát ugye mondtad azt, hogy hogyan készül, és mitől lesz zsíros, félzsíros vagy sovány a túró? Tehát a sovány túrót, az eljárásban? A sovány túrót úgy tudjuk elkészíteni, hogy az összes tejfölt, tehát ami létezik, leszedjük a tetejéről, és utána hevítjük ki. Ugye minél több tejfölt veszünk le, annál kevésbé marad meg a zsír. Ugye a zsír, mint fajsúly különbség miatt ugye feljön a tetejére, tehát azt nagyon óvatosan egy ilyen szedőkanállal precízen le lehet szedni. Nyilván nem laborkörülmények között dolgozunk, tehát mi azért a kézművesség miatt inkább a szemre meg a tapasztalatra megyünk rá. Van, aki kifejezetten például a túros csúszához, azért én nem javaslom a száraz túrót, tehát készítünk mi ebből egy zsíros, tehát amikor az összes tejfölt rajta adjuk, de amikor kifejezetten gyógyászati... Az már majdnem ilyen krém állagú. Így van, de az, amikor a túrós csúszát ugye klasszikusan megolvasztjuk, akkor az tényleg nem egy száraz érzést ad, tehát jóformán az a tejföl már tényleg csak díszíteni kell a tetejére, amikor tálaljuk. Ugye a száraz túró, az pedig attól lesz száraz, hogy tulajdonképpen csak a kazein van kicsapatva, és tulajdonképpen a tejfehérjét fogyasztjuk túró formában. Egy pici savóval ugye az adja neki ezt a savanykás ízt. Egy érdekes dologba kezdtünk mit el beszélgetni, sőt, hát így most ezt nem mondanám, hogy kísérlet, hanem inkább tapasztalatok alapján, meg mind a ketten azért azt gondolom, hogy elég elszántan állunk a magyarság mellett, meg az emberek mellett, tehát a fenntartható gazdálkodás mellett, és az élhető létforma és világforma mellett, ami nem feltétlenül vág össze mai világ gondolkodásával, ugye? Tehát itt most mire is gondolok, amikor van ma egy daganatta
küzdő ember, akkor ugye az szokott történni, hogy kivágják a daganatot, hogyha műthető, majd elkezdik az immunrendszert tovább gyengíteni. Igen. Ugye a daganatnak a kifejlődésének az oka az az immunrendszer alapvető gyengesége, rosszul működése. Ha kivágják a daganatot, attól a szervezet az nem fog jobban működni, csak a tünetnek az egyik formája van mesterségesen megszüntetve, viszont a további immunrendszer gyengítéssel az egész test tovább gyengül és betegszik. Tehát, hogyha ezt így végig gondoljuk, akkor mondhatnánk azt, hogy hát ez nem feltétlenül az ember életminőségének a javulását okozza, mert az, hogy kap utána mondjuk az ember még pár hónapot vagy pár évet, az kérdéses, hogy milyen életminőségben éli meg. Tehát, hogy tényleg az milyen. És hogy miért hozom ezt föl, meg hogy kapcsolódik ez a túróhoz, meg egyáltalán a kóspallagi kistermelőhöz, hogy azért itt komoly kutatások voltak, amik bebizonyították azt, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű módszerrel, ráadásul ez orvosi kutatói munka volt, tehát nem azt kell mondani, hogy egy okkult tudomány, vagy egy sámán, vagy valaki dobolt, és attól meggyógyult valaki, hanem komoly kutatási eredmények, ahol Nobel-díjra jelölés is volt, de szerintem pont azért, mert nagyon olcsó, nagyon egyszerű, és ki van hagyva a gyógyszeripar, nem került ki a köztudatba. Mégpedig ez a Budvik professzor volt, aki egyértelműen segítséget nyújtott az embereknek, és nem akárhogy, hanem gyakorlatilag roppant egyszerű, majdnem azt lehet mondani, hogy otthon a kamrában fellelhető dolgokból lehet segíteni ahhoz, hogy a szervezet, az immunrendszer tudjon működni, és nincs szükség feltétlenül a műtétre, illetve a műtét után a szervezetet felerősítik, és nem legyengítik, ez óriási különbség. Hogyan történik ez? Nagy vonalakban, mert szerintem ehhez kevés lesz egy műsor, de mégis, tehát vegyük elő ezt a témát, tehát itt nagyon fontos dolgok vannak, amik valamiért ellették az emberek elől tüntetve. Az én tanulmányaim alapján Johanna Budvig Németországban az 1920-as években dolgozott, ami miatt elkezdtem foglalkozni vele, hogy... 1920-ról beszélünk, tehát már akkor volt a ráknak ellenszere. Megjelent ugye a margarin gyártás, aminél ők Németországban kimutatták, hogy rendkívül megnövekedett a margarin fogyasztók körében a daganatos megbetegedés. Ugye ezek nagyjából a transzsíroknak a szervezetbe juttatása egybevágott akkor a margarinipara. A többszörösen telített zsírsavakról beszélünk. És Johanna Budvig azért nem kapta meg végül is a Nobel-díjat, mert erősen támadta a margarin ipart, és valószínű, hogy... Ami egybefügg, ugye élelmiszeripar, adalékipar, gyógyszeripar, tehát itt nincs kérdés. Őnek egy tragédia vezetett el oda, hogy azt hiszem, hogy a nővérét veszítette el daganatos megbetegedésbe, és ezért kezdett el aktívan kutatni, hogy hogyan működnek a daganatos sejtek. Abban dr. Gubacsi Lászlónak a segítségét kértem, aki egyébként boncolással foglalkozik, és azt szintén egy német professzor, az Otto állapította meg, Warburg Otto, hogy önmagában a daganatos sejteknek megváltozik az anyagcseréje, tulajdonképpen anaerob körülmények között cukor felhasználásával elkezdenek szaporodni. Ezért ő viszont Nobel-díjat kapott, tehát ezt tudományos tényként kezelhetjük. Tehát a daganatos megbetegedésnél a cukor sokkal több cukrot kíván a szervezet, tehát megnövekszik a szénhidrát. Így van, és tulajdonképpen leáll az oxigéndús közeg a sejteknél, nem is jut be oxigén egy idő után, és tulajdonképpen így történik a sejtburjánzás. Aha, a cukor segítségével elkezd növekedni a daganatos sejtek száma, az oxigén hiány miatt pedig elkezd csökkenni az egészséges sejteknek a száma. Így van, Johanna Budvig pedig azt mondta, hogy műtétet, tehát daganat eltávolítást csak abban az esetben javasolja, amennyiben az nem összeegyeztethető a létfunkciókkal, tehát például egy agydaganatnál azt mondta, hogy ha nem tudnak olyan gyorsan segíteni a diétával, akkor szükséges a műtét, amennyiben ez mondjuk nem veszélyezteti a létünket, akkor pedig nem is javasolta a műtétet.
illetve az ő diétája az pedig azért is szimpatikus, mert nem csak diétával, hanem azt mondta, hogy a lélekkel is kell foglalkozni. Tehát ő úgy gyógyított és úgy kezelt embereket, hogy a lelket és a testet együtt kezelve próbál gyógyítani. Elég nagy hatásfokkal sikerült neki ez. Tulajdonképpen a túró kísérlete, és itt kanyarodunk a túróhoz vissza, az pedig a lenola és a túrónak a keverékével előállított egy olyan anyagot, ami a kazeint ugye elbontja a lenolaj, és tulajdonképpen egy ilyen habosított, nagyon precízen kiszámolt mennyiségben egy olyan anyagot viszünk be a szervezetbe, ami a kazeinbontás során O3, tehát ózon molekula jön létre. Ez felszívódik a kapillárisokba, és ezt mindenki tudja, hogy az ózon, az O3 az mindig O2 szeretne lenni, tehát ő mindenképpen be fog vonzani maga mellé egy oxigént. És ezzel a szerves vegyülettel tulajdonképpen a kapillárisokba és a daganatos sejtekbe is olyan anyagot vitt be, amik bevonzották az oxigént, elméletileg elindítva ezzel. Tehát az egészséges sejtek elkezdenek szaporodni az oxigén miatt. És az immunrendszerünk elindul. A daganatos sejtek pedig elkezdenek pusztulni. Így van. Nyilván a cukornak a teljes, tehát ennek a diétának az is része, hogy ilyenkor cukrot nem lehet fogyasztani. És ugye például ez is egy nagyon érdekes dolog, mert szívügyem a méhészet, tehát mézet most lehet. Most már az enyém is. Igen, és mézet lehet fogyasztani, mert ugyanennek a túrónak ugye van egy körözötre emlékeztető sós változata, de ugyanakkor ő megcsinálta az édes desszert változatát is a mézzel kevertet, mert azért a lenolajnak egy számunkra nem egy kifejezetten ilyen gasztronómiai élmény nyújtó íze van. Igen, viszont, bocsánat, de ugye ez nagyon fontos, hogy tudni, hogy a lenolajnak az 50%-a az gyakorlatilag omega 3-at tartalmaz, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, és ugye amikor összekeverik a lenolajat a túróval, és a mézzel, és itt elindul egy kémiai folyamat, akkor azért az nagyon-nagyon fontos, hogy a metionin nevű eszenciális aminosav jön létre, amit nem tud a szervezetünk előállítani. Tehát azért nevezik eszenciális aminosavnak, mert a testünk ezt nem tudja előállítani. Azért alakulnak ki a daganatos sejtek, mert ebből már hiány van. Amikor viszont ez bekerül, ebben a gyakorlatilag idézőjelben egyszerű dologgal, mert ami a nem egyszerű benne, beszerezni a tiszta mézet, a tiszta, nem ipari lenmagolajat, és az A2-es típusú tejből a túrót hozzá. Tehát ez nagyon fontos, hogy nehogy valaki nekikezdjen és lemegy a közértbe, vesz gyorsan egy akciós túrót, amiben gyakorlatilag több a tartósítószer, a térfogat növelő, a keményítő, a savanyúságot szabályzó és savanyúságot gátló anyag és a tartósítószer, mint maga a tejfehérje, abból nem lesz gyógyulás. Jó, tehát azt azért nagyon fontos, hogy azért is fűztük itt szépen föl a témát, hogy miért is lett eltüntetve az A2-es típusú tej gyakorlatilag a kereskedelmi forgalomból, és miért nem kap díjazást, tehát hogy egy jó minőség az miért nem ér többet, mint a rossz minőség, de mennyiség. Tehát itt azért lehet összefüggéseket felfedezni, mondjuk így. Bocsánat, csak ezt fontos volt, hogy tisztázzuk, hogy tisztában legyenek vele a nézők, hogy itt eszenciális aminosavakról beszélünk, és nem vudú, meg nem dobolás, hanem ezek ténye, ami mellett persze nagyon fontos a lélek és a gondolkodásmód, de azért itt nagyon komoly tények vannak, amik már 1920, illetve 1940-es években tökéletesen kirajzolódtak a kutatóknak a számára, és valamiért mai napig mást alkalmaznak. Hát önmagában a gyógyszeripar, mint egyetem finanszírozója, tudjuk, hogy ha valamit finanszírozunk, egy főiskolát vagy egy egyetemet, tehát egy felsőoktatási intézményt, akkor ott véletlenül a finanszírozónak azért az akarata érvényesül az oktatáspolitikában. Úgy, ahogy régen a földes uraknál, ugye aki a pénz, azért a vallás. Igen. És ugye visszakanyarodva ehhez a túróhoz és az elejhez, ez bárki otthon majd kipróbálhatja, hogy mi az, ami vízben oldódik, mi az, ami nem oldódik vízben. Ugye a lenolajjal az a probléma, hogy tisztán
nem tudja a szervezetünk felvenni, tehát mindenképpen kell valamilyen kötésbe bevinni, nagyon jól fogalmaztad meg, hogy mi az a eszenciális rész, amit be kell vinnünk, ugyanis ugye tudjuk, hogy vannak zsírban oldódó, vízben oldódó vitaminok, de önmagában az omega-3-at nagyon nehéz bejuttatni a szervezetünk számára, hogyha nem megfelelő kötésben van. Pontosan ezek a problémák a mai napon rengeteg kiegészítő kapható, tehát táplálék kiegészítők sorát lehet. Szinte minden kapszula tartalmazza már az omega-3-at, tehát ez most divat lett, csak ugye olyan formában, hogy nem tud beépülni gyakorlatilag a szervezetbe. Ezt úgy gondolom, hogy nagyon sok ember megtapasztalatja, és azt is gondolom, hogy ahogy te fogalmaztad nagyon helyesen, ez nem egy borzasztó drága dolog. Tehát ez a diéta, ez egy viszonylag mai élő szegény ember számára is elérhető állapot, nem kell milliárdokat költeni rá, és hogyha valóban jó orvos talál és jó kezelő kezekbe kerül, akkor valóban nagyon komoly esélye van, hogy teljesen meggyógyul. Hát itt ugye, amikor olvastuk, és ezt jobban ki fogjuk bontani ezt a témát, tehát ott azért nagyon sok kísérlet volt, tehát mind az USA-ban, Ausztráliában történtek kísérletek, olyan embereknél is, akik nem fogyasztottak ilyet, és olyan embereknél is, akik igen, és teljesen más életminőségben, teljesen más élethozt éltek a diagnosztizált daganatos megbetegedést követően. Ugye volt, akit műtöttek, és a hagyományos, ez egy nagyon érdekes, mert melyik a hagyományos terápia, amit az őseink is alkalmaztak, vagy azt, amit a 20. illetve a 21. században kezdtek el alkalmazni. De a lényeg az, hogy a megszokott protokollszerű daganatos ellátás, akkor így mondom, vagy pedig esetleg egy hagyományos alternatív terápia, ami nagyon fontos, hogy attól, hogy alternatív nem azt jelenti, hogy nélkülözi a tudományos szempontokat, csak másik oldalról közelíti meg. Más a cél. Ugye az egyiknél a cél az, hogy egy gyors tünetváltozást hozzunk létre, aztán akár az életminőség romlásával is még egy rövid ideig fenntartani az állapotot, vagy egy picit javítani rajta, vagy pedig egy hosszabb távú gyógymód, ami viszont hosszú és jó életminőségben történő életet hozhat az embernek. Hát ez mindenkinek a saját döntése. Ma tudjuk, hogy egy rohanó, gyors világban élünk, mindenki mindent gyorsan szeretne, mindent, ha lehet, akkor inkább megvenni, és nem csinálni, tehát ha lehetne, akkor az emberek a szabadidőt is megvennék, hogy avval se kelljen külön időt tölteni, meg a munkát is, és amúgy meg nem tudjuk, hogy mire fordítanák, de ez nem az. Tehát erre időt kell szentelni, hogy megcsináljuk magunknak, hogy fogyasszuk, és időt kell adni a sejteknek, hogy tudjanak regenerálódni. Vagy pedig jöhet a szőnyegbombázásszerű terápia, ami az egész szervezetet legyengíti. Valóban sokan túlélik, hála Istennek, viszont elgondolkodtató, hogy milyen életminőségben. Mindenkinek saját dolga eldönteni. Valamiért eltitkolták ezeket a kutatási eredményeket, valamiért nem szerepel ez a közmédiába, de mi pont azért gondoltuk, hogy előhozzuk. Van még, sajnos már csak 2 percünk a műsoridőből. Van-e benned olyan gondolat, vagy üzenet, vagy mondat, amit így üzennél a képernyőn keresztül a nézőknek? Azt gondolom, hogy önmagában az a lényege minden élelmiszernek, hogy próbáljuk meg megkeresni a leginkább a természet közeli állapotát, fogyasszunk ebből úgy, ahogy a szervezetünk kívánja, mert a szervezet egyébként mutatja. Tehát, hogyha leülünk egy ételhez, látjuk azt, hogy kívánja a szervezetünk, vagy nem kívánja. És a másik, hogy olyan orvosokat válasszunk, akár tátost, akár orvost, aki valóban kíváncsi arra, hogy mi a probléma, valóban a lelkünket képes kezelni, legalább megkérdezi azt, hogy egyébként nyomja valami a szívünket, mert önmagában az, hogy feküdj föl, megműtünk, és lesz valami, de tanácsot sem adunk, azt nem gondolnám, hogy az egészséget szolgálja. Tehát valóban lehet olyan életminőségben élni az utolsó időszakot egy ilyen daganatos betegségnél, hogy ezt nagyon megbánja az ember, hogy ezt választotta.
Köszönöm szépen. Én köszönöm a kedves nézőknek a figyelmet. Neked mindenképp, hogy ezt te előszedted, kutatod, és csinálod is. Tehát ezeket a dolgokat, ez egy nagyon-nagyon... Ez mérföldkő lehet az embereknek az életében. Persze, akinek füle van, hallja, akinek szeme van, látja, akinek nem, annak is köszönjük, hogy megnézte a műsorunkat. Dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak.